amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Donna Martínez, keresem. Szóval. Úrnám! Ki az már megint? Valami hajléktalan. Kit keres? Ezt a ládának szeretném megkérni a kezét. Micsoda! Egy ilyen csóringer? Mit keresi? Hogy mer egyáltalán ide bejönni a mi házunkba? Látja, micsoda palota ez? Ilyen ruhába, ilyen nadrágba, ilyen csóró. Hát, szava nincs. Húzzon innen, de gyorsan. Majd akkor jöjjön vissza, amikor fel tud mutatni valami. Mi a baj, Attilio? Nem érdekel, hogy elvedem ezt a ládát. Ez annyira szomorú. A fog problémák rettentő sumák, alattomos gondok. Nem szabad izomból fogat mosni. Századőne fogkrém familiát ajánlom, mert ugyanazt tudja, mint bármely más hagyományos fogkrém, csak egy kicsit többet. Nálam bevált, és pozitív a visszajelzés a páciensek körében is. But first, let me take a selfie. Megszakítjuk adásunkat, megrázó híreink következnek. A délután folyamán elrabolták a gazdag Martínez család egyetlen legfiatalabb tagját, Esteralda Margarita Martínez-t. A nyomozás eredményeként és a szemtanúk leírása alapján az elkövető Patricio de la Rosa. Megmentelek, Esteralda! De Attilio, milyen szájpítéssel? Igazad van, madre. Buenos días, Donna Susana Lolo Pérez. Buenos días, señor Sánchez. Sejpítek. Ó, nem is vettem észre. Hát akkor kezdjük valami egyszerűbben talán. Elé is kérek, SMS-em érkezett. Szia, kis Tibén. Hát amúgy csak Patricia beláll a szobájába. Jaj, ne. Segíts, szerelmem, Sánchez. Siess. Csók, Esteralda. Jaj, ne! Esteralda! Megmentelek! Oh. Megmentelek, Esteralda! Con los terroristas! Fent van a fiúka. Most meg. Ha kellett ez neked? Mm.
Te Ráda! Hozzám jössz feleségül? Mégis hozzámentél ehhez? Hát semmi rangja nincsen! Jó, akkor indul a királyválasztásom. Irmanyaló! Bújjon a plágyam, jössz újjól a maré! Megrázó híreink következnek. A délután folyamán egyetlen fiatal sarját. Fiatalabb sarját. Esterella Mardi... Nem. Megrázó híreink következnek. Megrázó híreink.